Nagyon jó. Köszönjük szépen. Jó Noémi 13 évig élt olyan kapcsolatban, ahol a férje minden nap bántotta őt lelkileg, és gyakori volt a fizikai erőszak is. Az asszony a kislányok születése után néhány évvel döntött úgy, véget vet a házasságnak. Jó Noémi azt mondja, rettegett a férjétől, és attól is félt, hogyan tud majd a gyermekével boldogulni egymaga. Ezért tűrt ennyi ideig. Az asszony ma már kiegyensúlyozott, boldog kapcsolatban él. A fényképpel azt szeretné üzenni a hasonló helyzetben lévő nőknek, hogy van kiút. Én például azért vártam sokáig, mert hittem egyrészről abban, hogy változás fog történni, és mindig ezt az ígéretet is kaptam minden ilyen alkalom után. De nem történt, vagy legalábbis csak ideig, óráig tartott az a változás. Illetve amikor már család van, tehát gyerek is van a történetben, én azt gondolom, hogy a mai társadalmi helyzet is azt hozza magával, hogy egy nő fél, hogy mi lesz vele egyedül, egy gyerekkel, kettővel, hogy állja meg a helyét a világban. A rendőrség figyelemfelhívó kampánnyal készült a világnapra. A bűnmegelőzési osztály munkatársai keretbe foglalják a fehérvári arcokat annak érdekében, hogy közösséget alkossanak a bántalmazott nők és a támogatóik között. A fénykép elkészítésén túl, akinek szüksége van rá, kézzelfogható segítséget is nyújtanak a rendőrök. A 112-n bármikor bárki tud segítséget nyújtani, amennyiben személyes beszélgetést is kezdeményez, vagy tanácsot kér ott a helyszínen a személy, akkor ott pedig tudunk neki segíteni, akár civil szervezeteknek a nevét megadjuk, illetve egy szórólapot tudunk biztosítani a rendelkezésre. A bűnmegelőzési osztály munkatársai csütörtökön és pénteken is járják a város legforgalmasabb részeit. Az itt készült képeket a közösségi oldalakon lehet megtalálni.